Karcagra látogatott a Kazak köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, első titkára és a tanácsadó. A városházán Dobos László polgármester fogadta a vendégeket és mutatta be a nagykunság fővárosát. A megbeszélés után a nagykövet úr televíziónak elmondta, hogy Kazasztán és Magyarország közötti együttműködés legfontosabb területe a jövőben a mezőgazdaság lesz. Kazasztánnak az egyik legfontosabb közép-európai partnere Magyarország. This year is very important area for agriculture because every year we have increased our tehát a legfontosabb fejlesztési terület, illetve együttműködési terület ez a mezőgazdaság lesz. Kazasztánnak az egyik legfontosabb közép-európai partnere Magyarország, és szeretnének magyar technológiával dolgozni Kazasztánban. Ezen kívül K+F és innováció területében is gondolkoznak. And some projects will be especially not just agriculture, including innovation technology and some other. Szeretnék több területet is bővíteni a megfelelő együttműködés, például korszerű technológiák, ezen kívül a kutatás és fejlesztés, és az innováció területén is vannak lehetőségek, mondta nagykövet, aki szólt a két ország közötti együttműködést is segítő közvetlen repülőjáratról. Yeah, it's good because 2017 in June, I remember. Ugye 2017 júniusában indult az első közvetlen járat, amelynek nem csak a turizmus, de az üzlet felélénkítése is a célja, valamint így nem csak Kazasztán érhető, de Kazasztánon keresztül az őt körülvevő többi ország is könnyebben látogatható a magyarok számára is. Budapest, Hungary, like a bridge to going to Europe. Ambassador of Kazakhstan, for me it's very important that the first visit for going out of Budapest, because historically Karcag. Nagykövet úrnak ez az első Budapesten kívüli látogatás, és Karcag történelmi szempontból is nagyon fontos a Kunok letelepedése kapcsán. 93-ban, amikor a függetlenségük elnyerése után megalapították a nagykövetséget, azóta minden itt pozícióját betöltött nagykövet ellátogatott Karcagra, és ő is szeretné folytatni ezt a hagyományt. We are opening our embassy 1993 after immediately after independence, and all ambassadors who was here they all the time traveled to here. Az, hogy a nagykövet úr, aki december közepén adta át a köztársasági elnöknek megbízó levelét, és már itt van Karcagon, azt jelzi, rendkívül felkészülten érkezett. Utána nézett a történelmünknek, a város nagy szülötteiről. Meglepő módon akár Fabrici Kovács Mihályról, akár Kun Lászlóról egy nagyon felkészült nagykövet, és úgy jött ide, mert ő az Egyesült Államokban dolgozott Kazakövetségen, úgy jött ide Magyarországra, hogy teljesen felkészült a Kunokról, és nagyon jó leső érzés volt, hogy a karcagi történelemről, a Kunok magyarországi történelméről nagyon felkészült. Már tervben van, hogy a Nauriz, a tavasz ünnepet közösen megünnepeljük itt Karcagon, egy országosat, és én nagyon várom ezt, hiszen egy nagyon szép ünnepséget tudunk rendezni kazakok, magyarok, kazakok, kunok együtt. Ott voltam, amikor meghívtuk Karcagra egy látogatásra, hiszen neki az ez az első karcagi látogatása, és én azt gondolom, hogy nagyon szép és gyümölcsöző kapcsolataink vannak Magyarországnak és Kazasztánnak, Karcagnak és a nagykunságnak is Kazasztánnal, és én azt gondolom, hogy ez egy jó folytatás, hiszen példaértékű, hogy egy Európai Uniós ország, egy közép-ázsiai országgal ilyen kitűnő jó nemzetközi gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat ápol, és ennek egy nagyon fontos sarokköve Karcag és a nagykunság.